Sátorajó jó helyben a magas hegy még tokajban a Belvárosi utcák, idén ezek is a közkedvelt úticélok közé tartoztak. Tokaj, a Felső Tisza és a Nyírség térsége, ez a három terület, vele együtt többek között Sátoralja újhely Tokaj, Mát, Kisvárda, Nyíregyháza is nevesítve szerepel abban a kormány által meghatározott turisztikai térségben, amely egy a további ország többi pontján meghatározott tíz destináció mellett. Az egyik tokai turisztikai szakember a közelmúltban még arról beszélt, hogy milyen lehetőségeket tud kínálni a város az ideérkezőknek. Gyakorlatilag az el, hogy az első érdemben hegynek tekinthető domborulat, bár mindig ez az 512 méter ez annyira nem tartozik hegynek, de mégis csak az Alföld az első olyan pont, ahonnan elindulnak és kirándulnak. Igazán divatos ebbe az elmúlt 6-8 évben lett az aktív turizmus, erre kiváló lehetőségei vannak a városnak. Elkészült a Nyíregyházatokai kerékpárút, nagyon sokan jönnek, ma is van egy kerékpáros rendezvény, egy bringa több száz kerékpárosok kijönni innyire egy házáról. Ugye lehet evezni, mindenféle vízisportot űzni, nincsenek kitiltva innen a motoros eszközök se, tehát jetskizni, motorcsónakázni, kajakozni, kenúzni, sárkányhozni, tehát minden, ami vízen megy és mozog, az itt rendelkezésre áll a sétahajótól a, a szapig. A kiemelt turisztikai fejlesztési térségek destinációs logika mentén történő beazonosítása és lehatárolása 2016-ban indult. A térségek kijelölésével a cél a turisztikai feladatok ellátásának hatékonyabb átétele, Jól kommunikálható és körülhatárolható területek létrehozása a Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégia 2030 céljaival összhangban. A megváltozott körülmények miatt jelenleg folyamatban van annak felülvizsgálata. Hangsúlyosabban jelennek meg a jövőben a marketing elemek, mint az imázs, az arculat, a márka, a piaci pozíció és az értékesíthetőség. A turisztikai térségek meghatározásának célja továbbá a megfelelő pozícionálást követően a szolgáltatók közötti együttműködés és erősítése, a fogadóterületek versenyképességének javítása, a meglévő kínálati elemek szolgáltatási csomagát történő alakítása. A térségek kijelölésével új intézményrendszer is létrejön. A helyi összefogásra alapozva, a hálózatosodás elvei mentén, de egészen új működési modell szerint áll majd fel, a 11 térség desztinációmenedzsment szervezete, amelyekre a marketingen túl óriási feladat hárul majd a turizmus helyi szereplőinek szemléletformálásában is.